csapatjaink, és minden csoportot 6 ilyen mérőcsoportnak tudunk ellátni, így a diákok saját maguk is tudnak méréseket végezni 6 mérőcsoportban, tehát összesen 2-3-an együtt dolgozva. Remélem, hogy tetszeni fog a mai első kettő órában a későbbi órák is, úgyhogy hát sok tudást kívánok Önöknek, egyfajta élményt is, nyilvánvalóan mindenképpen élmény a ilyen eszközökkel dolgozni, és akkor elkezdenénk akkor a mai első két óránkat. Az óra első felében egy nagyon rövid kis összefoglást adnánk az elméleti dolgokról, utána rátérnénk a mérésnek a lényegére, mindenki saját maga is megtapasztalhatná ide kapcsolódó tapasztalatokat, mérési eredményeket, amihez majd segítségül egy papírlapot adni, remélem mindenkinek a magával egy tollat esetleg. Jó, erre lenne szükségünk, igazából különösebben más nem. És papírt tudok adni, úgyhogy arra mindenki tudom jegyzetelni egy fénymásolt papírt, és a végén egy jó pár gyakorlati példát is össze szeretnénk gyűjteni, ami elsősorban ugye a fizikának a lényege, hogy ne csak elméleti anyagot gyűjtsünk, hanem ennek megnézzük a valódi gyakorlati vonatkozását is a utolsókban. Na, hát akkor először is azt kérdezném én Önöktől, hogy fizikából tömegről tanulnak-e? Igen. Igen? Mi a jelenleg esetleg ezt tudják-e? Mivel jelenik a tömeget? Kiló. Kiló mértékegysége, kilogrammon mérjük, így van, ez nagyon jó. Kilogrammon mértékegysége, jele pedig? V. V az nem lesz jó. Esetleg, aki angolul tanul, az segítség, hogy az első kettő betűje által a fizikai mennyiségben. Ugye angolul esetleg? Mondanak a fizikai mennyiséget, csak az nem a többeg. T, a hőmérséklet esetleg, vagy a idő. Ha. Na, valaki? Valaki. Ugye angol úgy vagy mess, mert a tömeg, ezért ugye ember betűvel, kis emberbetűvel hallották már, ugye? Na, tehát hogy is írnám ide? Tehát M egyenlő, mondjuk 1 kg, ugye szoktuk így jelölni, vagyis a tömeg ennyi. Mi a különbség a tömeg és a súly között? Hétköznapi értelemben megkérdezik valakit, hogy mennyi a súlyod, és azt válaszolja, hogy 45 kg. Ez jó? Miért nem jó ez fizikai szempontból? Itt a hiba. A tömeg, így van, tehát a tömeg 45 kg. Mi a különbség a súllyal és a tömeggel kapcsolatban? Mint a különbség? A tömeg az tömeg, kilogramban mérjük, a súly pedig? Ez egy másik mértékegység lesz, egy nagy fizikusról nevezték a mértékegység, Newtonról. És milyen kapcsolatban közötte? Ugye általában úgy szoktuk jelölni a súlyerőt, hogy gravitációs erő, ezért úgy jelöljük, hogy F, az erőket általában F-fel jelöljük, és jeleztük kis betűvel, hogy gravitációs erő, egyenlő hány Newton? Mi a kapcsolat a tömeg és a súly között? 10 Newton. Nagyon jó, 10 Newton. Mindig hányszoros ennek a tömegnek a erő? 10-szeresen. Ki az, aki ezt feltedezte történetileg először? Lehetne ő is. Még korábban volt, őt megelőzően. Nem tudom, hallottak-e arról a kisvárosáról? Hát kisvárosá, nagyon is arról terjedő négyszer. Az a neve egy olasz városka, hogy Pisa. Pisa? Hát majdnem. Pisa, így mondják. Ez egy kisváros, miről híres esetleg ezt hallották? Pisa? Hát arról is, az olasz városok általában Pisa-ról is híresek, meg egy Ferdet aranyról. Tényleg! Jó, tehát Ferdet arany, ennyi kell tudni, hogy a város egy folyóparti épült. A folyóparton ugye nagyon lábos vidék volt, ilyen feltöltött vidék, a talaj nem olyan fix, nem olyan kemény, és emiatt, amikor tornyot építettek a templom mellé, egy harangtornyot, akkor ez már megdőlt, hogy építették is. Ma úgy döntötték, hogy így felvére, hogy edvén el. Aztán azok elkezdett jobban zőrni, és ezt megpróbálták megakadályozni. Most már sikerült is ilyen beton alakokat a társak alatta, és azzal megerősítették úgy a talajt, hogy most már nem dőlt tovább. Hát arról híres van, hogy Ferde. Ha nem lenne Ferde, lehet, hogy nem is lenne annyira híres. Úgyhogy mindenképpen alkalmas kísérletek elvégzésére, ugyanis a toronyból amit kilogunk, mivel fel van a torony, így nem ér hozzá a falához a kilogott hő például, és ha leengedjük egy testre, szépen a földre le tud esni. Na most ugye középkorban vagyunk, akkoriban még a vasárnap az abszolút munkamentes volt, mindenki kivonult ugye a templom kertbe, az a főtérre, és hát megpróbálta a kicsoda Galileo Galilei, mondták egy neve,
galilei próbálta tanítani az embereket. Ugye azt gondolták az emberek, hogy egy kis kavics, mivel könnyű, az hasonlóan esik le, egy nagyobb követ a kilobunk, meg gyorsabban elesik. Mit tapasztaltak az emberek? Saját szemükkel látták, hogy melyik esik le elő? Kisebb vagy nagyobb? Nagyobb? Kisebb? Mindenkinek volt ötlete? Picikét meg lehet mondani, hogy nem fordult, jó? Egyszerre. Ez a jó válasz. Tehát a tapasztalat az volt, hogy a kidobott kavicsok egyszer érkeztek le a földre, tehát a kicsi és a nagyobb fődarab is teljesen egyszerre, egyforma idő alatt esett le a földre. Innentől kezdve minden testre, függetlenül attól, hogy mekkora tömegű, egyértelműen lehetett értelmezni egy gyorsulás, amelyet az értéke a földön közelítőleg 10-nek vehetjük. Éppen ezért a tömeg és a gravitációs erő közötti kapcsolatot általában 10-szeres szorzóval szoktuk venni. Nos, még egy kérdésem lenne, hogy pontos értéket miért szoktunk mondani? Ugye a föld felszínén, ez a gravitációs gyorsulás, közelítőleg 10. Miért mondjuk azt, hogy közelítőleg? Miért nem mondjuk teljesen pontos értéket? A pontosabb értékeit az Európában, itt Magyarország környékén 9,81. De 10-zel szoktunk számolni, kerekítünk. Ugye nem tudom, hallották, hogy ez a föld különböző pontján más és más. Ugye? Ha megyünk a sarkok felé, ott egy kicsikét könnyebbek vagyunk, mert a föld kevésbé nehezebbek vagyunk, tehát kicsikét jobban most minket a föld. Ha az egyenlítő felé haladunk, az egyenlítő környékén még kicsit könnyebbek vagyunk. Ennek több oka is van. Az egyik oka az, hogy a föld nem teljesen köm alakú, hanem úgynevezett geoid. Hallották már ezt? A föld egy kicsit lapított. Olyan, mintha fölfújnánk egy lufit, és a lufiai zárulnék, kicsit kilapulna. Azért, mert a föld forog, emiatt a sarkoknál kicsit belapul, az egyenlítő mentén kicsit kidudorodik, és ebből adódóan, amikor a Földön állunk, akkor valójában a Föld nem gömb alakúsága miatt, az egyenlítőnél egy kicsit távolabb vagyunk a Föld tömeg középpontjától, míg a sarkoknál kicsit közelebb vagyunk a Földhöz, és ezen ok miatt, ez nagy különbség, ez 50-60 km, és ezen ok miatt egy kicsit a sarkoknál jobban volt, mint a Föld, az egyenlítő egy kicsit kevésbé. Amúgy meg a föld forgása miatt is van egy kis különbség, úgyhogy pontos értéket nem is szoktunk mondani, közelítve a 10-zel számolunk. Na és akkor rátérnénk a mi méréseinkre. Összesen látunk ott háromféle, de több mérősúlyt. Olvassuk már le a mérősúlyokról, azok a részhengerekről. A felső élükre van írva, hogy mekkora tömeget képviselnek. 100 gram a legnagyobb, aztán van egy középső méret, 50 gram, 25. Nagyon jó. Első kérdés, nyilván rá van írva, tehát tömeget állítjuk a tömegekre, mérősúlyokra. Azt kérném önöktől, mondjuk már meg akkor, hogy egy M egyenlő 100 g-os tömeg, az milyen gravitációs erőt képvisel, mert hát ez nem számolunk a mérésnél. Hát nézd meg, fölösszegyenek meg, nézzétek semmit. Mi a váltószám a kilogram és a gram között? Kiló az mit jelent? 1000 gram az az 1 kilogram, na most ez csak 100 gram, akkor ez hány kilogram? Ennek a hanyad része? 1000-nek a hanyad része a 100? 0,1 része. Tehát 10 kilogram. 1 10 kilogramot, ha megszorozom 10-zel, az picit még várjunk már a kisebbet, jó? Legszínű, ne féljenek. 1 nyugdom. Így van. Tizedet tömegnek, tized akkor a súlya is. Menjünk tovább, volt még a két mérősúly, M egyenlő milyen tömeg? 50 gram. Az előzőleg ez hanyad része? Tehát akkor az erő is mennyi lesz? 0,5. Pontosan a fele, akkor erőnek felele meg. És utoljára M egyenlő 25 gram tömeg, az milyen erőnek felele meg? 0,25 newton. Jó. Na, miután ezzel túl vagyunk, még egyszer kérjem, hogy hagyjuk már abba a játékot még. Nem fogjátok tudni, hogy miről volt szó. Menjünk már le, jó? Jó, mindjárt lehet vele kísérletetni. A következőkben, akkor kiosztanánk ezt a lapocskát, mindenki vegyen már gyorsan egyet belőle, jó? Ide kettőt, ide gyorsan mindenki egyet, és akkor rátérjük a mérések a lényegét akkor. Így. Na.
Mindezt majd látni fogjuk a táblán is, ki is nagyítanám, úgyhogy aki majd ügyesen mér, az a táblára is jöhet, és a táblára is írhat ide a kivetítő. A feladat a következő lenne, a kettes pontban itt a lapalján látjuk a leírását a mérésnek, a fönti ábrán pedig, mint amit a táblán is lehet látni, a fényképét lehet látni a mérésnek. A mérés lényege a következő lesz. Látunk itt egy kékkarú emelőt, ugyanis egyensúlyokkal fogunk a mai órán vizsgálódni. Ez egy kékkarú emelő, azért kékkarú, mert ugye középen van felfüggesztve, és jobbra, balra kilóg ez a fémla. Ezeken lukakat látunk, különböző távolságokra. Ezekkel a lukakkal súlyokat lehet akasztani, azt már kitalálták ugye önmaguktól is. És még ne csináljuk, jó, én mindig szólnék. És a következő lenne a feladat. Próbáljuk egyensúlyokat létrehozni különböző módokban. Ezt nem csak úgy lehet megoldani, hogy egyenlő tömegeket alkalmazunk a két oldalon, mint az ábrán látható és azonos távolságban, hanem esetleg, hogyha nagyobb tömeget alkalmazunk, az hova kell akasztani, hogy egyensúly legyen? Kicsit közelebb a középponthoz. Ha kisebb tömeget alkalmazunk, akkor pedig távol. Annyit kérnék önöktől, hogy a mérés egyszerűségét fenntartva egy oldalra csak egy súlyt akasztunk, jó? Még egyszer. Egy oldalra csak egy súlyt akasztunk, de tetszőleges súlyt lehet akasztani. Próbáljuk is ezt meg, jó? És akkor kezdjük el a mérést, tehát még egyszer a mérés menete. Egyik oldalra akasztunk egy súlyt, a másik oldalra is akasztunk súlyt úgy, hogy egyensúly meglegyen. Sikerül ezt előállni? Hadd nagyon rendben van. Így két egyforma tömeg van, két egyforma távolságra. Megbeszéljük, hogy a nagyobb tömeget inkább akasztunk egy kicsit, közelebb, nem úgy lesz egyensúlyozni. Azért nagy tömeget akasztunk közelebb, kisebb lesz a távolra. Jó? Sikerült, nem? Így két egyforma tömeget akasztottunk, pontosan egyforma távolságra. Ott ugyanaz, itt is ugyanaz. Igen, csak egy tömeget alkalmazok. Jó, egyenleg? Egyet. Na, ez viszont jó. Jó, szeretném mutatni, hogy nem csak úgy működik az egyensúly, hogy két azonos tömeg a távolságra, hanem úgy is, hogy ugye megbeszéltük, hogy top, szeretném mindjárt ki a lába, mindjárt behajtom, pillanat. Jó, tehát úgy is meg lehet mondani az egyensúly, hogy különböző tömegeket veszünk, egy 100 g-os és egy 50 g-os, de különböző távolságra is úgy, hogy a nagyobb tömeg legyen közelebb, a kisebb tömeg pedig távolabb a forgás helyénétől. Ha ezt megoldjuk, akkor is ugye az egyensúly megvan. Jó? Majd ezt kérném önöktől, amikor majd táblázatban próbáljuk foglalni a mérés eredményeinket, akkor próbáljuk ezeket az adatokat majd változatosan minél inkább előállítani. Jó, természetesen az is jó, hogy egyenlő távolságra van két súly. Na most a mérési eredményeinket megpróbáljuk táblázatba foglalni. Ezt találjuk a következő oldalon a lap tetején, úgyhogy mindenkit kérnék, hogy fordítsa már meg a lapot, miután elolvasta itt ezt a, illetve megbeszéltük ezt a mérési menetet, és akkor a mérésnek a lényeg része itt lenne, megpróbáljuk táblázatba foglalni. Együtt próbáljuk már az első, utána mindenkit megkérnék, hogy saját maga is próbálja már meg ezt megtenni. Megjegyezni mindenkinek, figyeljünk ide. Ezen a kis mérlegen, két oldalú mérlegen, egy ilyen kis fekete, egy ilyen kis fehér ráosztás, az 1-1 cm-t jelent. Tehát milyen messze vannak egymásról a lutak? 10 cm. Számoljuk már meg. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát 5 cm-t jelent egy ilyen távolság. Ez a nagy súly, tehát a forgás helyénél milyen messze van? 5 cm-re. A kisebb tömeg? 10 cm-re. Ezért a távolságokat, a forgás tengelytől való távolságot úgy nevezik, hogy erőkar. Az erőnek a karja, vagyis az erőnek a távolsága a forgás tengelytől. Mindjárt leírnánk akkor a megfelelő értékeket, jó? Na, hát akkor nézzük meg, mindenképpen van az erőnek egy két oldal, emelőnek egy jobb és egy bal oldala. Ennek megfelelően ugye jobb, és bal oldalra meg kéne írni a megfelelő adatokat. Nézzük a jobb oldalon, mi található.
Ez már kicsit röviden lesz, mert már tapasztaltak vagyunk. Tudjuk a tömegeket, tudjuk az erőket, ezekkel már kell foglalkoznunk. Viszont az óra második felében majd összegyűjtenék számtalan gyakorlati példát. Olyan példákat, amik mind-mind ilyen egy és két magánerőre vonatkoznak, és szeretném majd, hogy próbálkozzanak önök is a hétköznapi életből ilyeneket hozni, mert számtalan példa van, ami ezen az ellen működik. Jó, nem is gondolnánk, hogy mindenki ismer olyan dolgokat a háztartásban otthon, ami mind-mind egy és két magánerővel kapcsolatos. Úgyhogy remélem majd, hogy ha egy pár példát mondunk, akkor már ráéreznek, hogy miről van szó, és onnantól kezdve majd sikerül a példákat gyűjteni. Na hát akkor most kiosztanám majd a következő